Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Mit kellene tenned, mire kellene odafigyelned, ezt megnézzük most ennél a kivetésnél. A fő téma, mint mindig, itt van középen. Valaki nyújt számodra egy lehetőséget. Itt az arany érméről van szó, az lehet segítség az anyagiakat illetően, vagy egy jó ajánlat a munkát illetően. Ami a párkapcsolatot illeti, vedd kezedbe ezt az arany érmét. Figyelj oda rá, hiszen ez jelenti a te belső értékeidet, a tudásodat, a tehetségedet, tehát te is tudsz nyújtani valamit. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ott melletted vannak az arany kelyhek, azok jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, tehát te érzelmekkel közeledsz hozzád. De itt van a 9-es szám, és ez olyan, mint egy kerítés, amin át kell tenni magadat, átmászni ezen a kerítésen, hogy induljon a 10-es szám. Mert akkor elmúlnak a korlátozások, a félelmek, a bizonytalanságok, és a 10-es szám utal akkor már egy új kezdetre. Ami a lelki társadat illeti, itt megjelenik, mint egy király, itt ugyanúgy, itt trónul. Tehát ő ül a trónján, várakozik, hogy mi történik, vár arra, hogy te jelentkezz nála. Itt ugyan a kezében van az arany kehely, ami utal az ő érzelmeire, tehát vannak érzelmek kettőtök között, és itt a kart, az jelenti a levegő elemét, és az szimbolizálja a kommunikációt, ő beszélni akar veled, de egyelőre úgy figyelgeti az eseményeket, és arra vár, hogy te jelentkezz nála. Ez az arany kehely a tiéd, ez a te belső forrásod, a te belső hangod. Figyelj oda, mit sugal ez számodra. Ha úgy érzed, hogy tényleg megérdemli azt, hogy te jelentkezz nála, akkor tedd ezt meg. Ha úgy érzed, nem inkább jó lenne várakozni, amíg ő jelentkezik, akkor még légy néhány napig türelmes, hiszen jönni fog, itt látható, hogy közeledik hozzád, itt is lépéseket tesz feléd, sőt, ez a fő pap esküszik arra, hogy ez így lesz. Ez a fő pap jelentheti azt is, hogy megvan a hit, a szeretet kettőtök között, vagy jelentheti azt is, hogy ő esküszik valamire, és megbízhatsz a szavaiban. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!